Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás április 23-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, tervei, mi foglalkoztatja őt. Ez a felső kártya megadja rá a választ. Ez a lepke jelenti a könnyűséget, a művészetet, azt is, hogy ő most valamit alkotni szeretne. A régi korokban a lepke szimbolizálta a lelki dolgokat. És ez is lehet, hogy pontosan ezen ő elgondolkozik. A lepke nem csak a lelki dolgokat, és ezt a szépséget, a könnyűséget szimbolizálja, hanem azt is, hogy változások lesznek, megújulnak a dolgok. Az, ami őt nyomasztotta, szomorúvá tette, abból ő most felszabadul és fellélegzik. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei. Mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Ez a kép mutatja, hogy ő hogy érzi magát. Bizonytalan. Ez a tartása. A kezében van ez az arany érem, az mutatja az anyagiakat, a munkáját, viszont azt is, hogy ő önbizatlan. Ő nem bízik meg abban, hogy ezek a tervek itt, amiről ő elgondolkodik, hogy ez valóra válik. A harmadik kérdés pedig az lenne, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ezt mutatja itt ez az úr, és ő talált valamit így útközben, egy meglepetés, és pontosan ez a kártya közöl. Egy meglepetés fog következni. Ez a férfi nem csak, hogy az úton valamit talált, ami őt meglepte, hanem ez egy nagy nyereség. Ez lehet az anyagiakra vonatkozóan, vagy a párkapcsolatra. Ez a szerelem köztetek neki egy nagy nyereség, és ezt közölni fogja veletek, amit a napi kártya is mutat, mert ezek a madarak a beszélgetéseket szimbolizálják. És ez nem írásba történik, ez a kommunikáció, hanem szóban, vagy telefonon keresztül, vagy lesz egy találkozás. De ő akar valamit közölni veletek. Ez nagyon fontos, és ez titeket meg fog lepni. Tehát más szóval úgy mondanám, egy meglepetés közeledik. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!